Karácsony, ajándékok, jótékonyság. Ezzel várjuk Önöket a Felvidék ma mai adásában. Én Bartal Tíme vagyok. Jó napot kívánok! A koronavírus járvány miatt tavaly ugyan elmaradt, de a református egyház idén újra megszervezte az Egy doboz szeretet elnevezésű jótékonysági akciót. A Csallóközi régió iskoláiban és gyülekezeteiben gyűjtötték az ajándékokat azért, hogy szebbé tegyék egy-egy kisgyerek karácsonyát. 1200 csomag jött össze. A csomagokat Gömörben és Kárpátalján osszák szét a rászorulók között. Raktunk bele ceruzákat, új füzeteket, vagy akár dolgokat, amiket kinőttünk, és még jó állapotban vannak. Mások plüssjátékot, sálat, sapkát, vagy akár mesekönyvet tettek a csomagokba, amelyek rászoruló gyerekekhez jutnak el az ünnepekre. Én is voltam már 9 éves, és igazából azon alapult, hogy én is miket szerettem, és gondoltam akkor azok, amiket én esetleg nagyon keveset, vagy egyáltalán nem használtam, tökéletes ajándék lenne egy ilyen kislánynak. Remélem, egy olyan kislányhoz kerül, akinek esetleg nincs módja ilyeneket kapni minden karácsonykor, és ezzel fel tudom neki vidítani az ünnepekkor. És igen, nekem az a legfőbb célom, hogy másoknak örömet okozzak. A nagymegyeri Bartók Béla iskola diákjai örömmel gyűjtötték az ajándékokat az idei karácsonyra. Volt, aki több csomagot is összeállított, majd azok az intézmény hatalmas karácsonyfája alá kerültek. Azt mondták, fontos a jótékonyság, mert sok család még karácsonykor sem engedheti meg magának, hogy ajándékot tegyen a fa alá. Korábbi években is részt vettem benne, és szerintem nagyon fontos, hogy örömet tudjunk szerezni ezeknek a kisgyerekeknek ezzel az akcióval karácsonykor. A nagymegyeri általános iskola nem először vesz részt jótékonysági programban. Tavaly is több száz csomagot ajánlottak fel a diákok rászoruló gyerekeknek, de karácsony előtt az idős, magányos embereket is támogatják adományokkal. Diákjainkat meghirdettük iskolánk weboldalán, és azonnal jöttek a dobozok. Elmondhatom, hogy tavaly is 453 dobozzal tudtuk bekapcsolni ebbe a gyűjtésbe, és ahogy látjuk, igaz, mi nem számoltuk meg, de megint meg lesz, úgyhogy örülök neki, hogy ilyen diákjaink vannak, hogy ilyen jó szívvel bekapcsolódnak ebbe a programba. A több mint 10 éves múlttal rendelkező Egy doboz szeretet elnevezésű adománygyűjtő programot a Jókai és a Somorjai református lelkészek hirdették meg. A Csallóközi régió gyülekezeteiben és iskoláiban várták a jó szándékú felajánlásokat azért, hogy azokat Kárpátaljára és a Gömöri cigány misszióhoz juttassák. Az elmúlt évben a pandémia által okozott hirtelen sokban egész egyszerűen elmaradt a nyilas misi. Na most az a jó akarat, meg az a jó szándék, ami a Csallóközre e tekintetben jellemző, az mint a gejzír úgy bukkant föl gyakorlatilag, és én sorozatban kaptam a telefonokat gyakorlatilag hetek óta, hónapok óta, hogy lesz nyilas misi. És hát természetesnek tartom, hogy pandémia ide, korlátozások oda, mindent meg kell tenni azért, hogy legyen. Egyrészt, mert Kárpátaljának a Latorca-menti régiójában dolgozó gyülekezetek gyerekei számára már igenis megszokott, hogy Csallóközi a karácsony, vagy legalábbis van Csallóközi vonatkozása a karácsonynak. Az összegyűjtött csomagokból 1000 került idén Kárpátaljára, míg 260-at és a melléjük gyűjtött gyerekcipőadományt a Gömöri cigány misszió tagjaira bízták. Ők juttatják el a hozzájuk tartozó közösségeknek és gyülekezeteknek. Van egy másik része is ennek a kezdeményezésnek, hogy ez nem csak arról szól, hogy csomagot adunk, hanem valahol, akik átadják, bizonyos programmal kísérik ezt az alkalmat, egy bizonyos igei bevezetővel, és a gyermekeket próbáljuk így egyház közelébe vonzani. 297, 298, 299, most van 300. Az a szeretet, amit a karácsony jelent, amikor Isten közel jött hozzánk, és az ő szeretete kiáradt az ő fiában, Jézus Krisztusban, az a szeretet ilyenkor megmozdul bennünk, és kiszakad belőlünk az emberekből, és szeretettel fordulnak mások felé, és nagyon nagy örömmel gyerekek, szülők, családok együtt nagyon nagy örömmel készítik a csomagokat, és segíteni akarnak másokon, akik erre rászorulnak. A csomagok utaztatását is a református lelkészek vállalták, személyesen juttatták el az adományokat Gömörbe, valamint nemzetközi együttműködés keretében a szeretett szolgálat segítségével Kárpátaljára is.